Hány más ember életében megesne ettéle
imádkoztunk igazán, akkor éreztük magunkat a legközelebb az Istenhez, még ha, hogykor ezek fájdalmas, elviselhetetlennek tűnő pillanatok, élethelyzetek voltak is, amikor rá tudtunk hagyatkozni az Istennel. Hogy rá tudjuk hagyatkozni, ehhez ébernek kell lenni. Pászkál kicsit idézem, Jézus kínszenvedése a világ végezetéig fog tartani, ez idő alatt nem szabad aludnunk. A jövőben ne ejtsünk más sebeket Jézuson. Ezért van szükség éberben a vérasztó életre. Péter rajong Jézusért, félték a szenvedésektől, meg akarja óvni, kímélni, védeni ezektől. Ott van benne egy csomó jó szándék, jó indulat, öntudatosság, önérzetesség, és amikor ez a helyzet lerántja a lelket, akkor kiderül a valóság, önfértés, hazugság és megalkulása való készség, árulás, gyávaság, tagadás, ez is ott van. Ezt ő sem, Péter sem tudta magáról, éppen ideje volt, hogy megtudja. Ennek a büszke embernek nagyon nagy szüksége volt arra, hogy belássuk végre saját szíve mélyére is, ne hitegesse magát azzal, hogy ő az, akinek látszik, hanem ő valójában ez, akinek most a tagadásban megmutatta magát. Jézus ezt előre tudta, és mégsem dobta ő ki a tanítványi köréből, és még most sem dobja ki. Mi menti meg Péter? Jézus tekintete. Amikor harmadszor is elhangzott a tagadás, Jézus megfordul egy pillanatra és megkeresi Péter tekintetét, találkozik a tekintetük. És ezt a találkozást Péter örökre szívébe vési. Nem azt mondja Jézus, hogy egy ilyen kiszok alattra rásán nézek többet, hanem mentő tekintettel keresi meg őt, mielőtt a lejtő aljára ér és összetöri magát. Nem a kapas mentette meg Péter. A kapas szó ugyan eszébe jutott, hogy mit mondott Jézus, de nem a kapas szóba kapaszkodott, hanem az előző este hallott szavak jutnak az eszébe, az, hogy még mindig Jézus a szemébe néz, szemmel tartja őt, és Jézus szava igaz annak ellenére, hogy tudta róla, hogy ilyen, és mégis számít rá, bár megtagadta ő az Urat, de két biztos fogorcó ott volt az életben, amikor beletapasztalhatott, és nem csúszott tovább. Egyrészt képes volt sírni a maga állapotán. Nagyon nagy kép ajándékez, kedves testvérek, amikor valaki megkapja a könnyek adományát, és ki tudja valamelyest magával sírni, könnyezni, a fölött érzett fájdalmát, hogy megkorta és nem tud változni, bármennyire is szeretne, nem tud javítani magán a helyzetén, de Isten képes rá. És aki képes sírni végre azon, hogy ő ilyen, amilyennek Jézus bemutatja, annak a számára van kegyelem és van új kezdés, mint ahogy ezt látjuk Péternél. Péter távolból a tűz mellől kíváncsiskodik, amikor eléri az Úr Jézus tekintete. Aki engedi, hogy Isten szent lelke egészen újjáteremtő őt, vágyik erre, kéri ezt, az lesz igazán a tanítvány. Azt fogja hitelesen képviselni ezt a Jézusi szeretetet, az ő igazságát, az ő tisztaságát és kegyelmét ebben a világban. Uram Jézus, add, hogy ezzel az alázattal térdeljen Szent Keresztet elé, tekintetedből erőt, bizalma,